Erős vár a mi Istenünk, szeretettel köszöntök mindenkit mennybe menetel ünnepének Isten tiszteletén a képernyők előtt. Az ünnep igéjét olvasom az útmutatónkból. Jézus Krisztus mondja, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Galileai férfiak, miért néztek az égre csodálkozva? Jézus úgy jön majd el, amint láttátok őt fölmenni a mennybe. Ezt írja az apostolok cselekedetei. Örömmel hirdetem a kedves gyülekezeti tagjainknak, hogy jövő héten vasárnap mi is megnyithatjuk a templom kapuinkat. Így pünkösd vasárnapján 10 órakor tartunk a templomban ünnepi istentiszteletet. A szabályok szerint kötelező lesz a szájmaszk viselése, vagy valamilyen arcot eltakaró eszköz viselése. Kérjük, hogy mindenki hozzon magával szájmaszkot, és mindenki hozza magával az énekeskönyvét is, vagy pedig a mobiltelefonjára töltse le az evangélikus énekeskönyv alkalmazását. Szigorító rendelkezéseket kell itt is betartani, egy padban egy család foglalhat majd helyet, védőtávolságot be kell tartani, ezáltal egy háztartásban ülők ülhetnek csupán egy helyre, és az alkalom pedig rövidített liturgiával fog zajlani. Mivel áldozati vasárnap is lesz egyben, aki ekkor szeretné hozni az adományát, természetesen a szokott módon megteheti azt. A továbbiakról, részletes szabályokról pedig az istentisztelet további online közvetítéséről később fogunk tájékoztatást adni. Szomorú szívvel hirdetem, hogy csütörtökön 13 órakor az alvégi temetőben itt Orosházán elkísértük utolsó földi útjára Szepesi Dezsőné Szabó Eszter Gyöngyit, akit 82 éves korában szólított magához a teremtője. Itt mellettem a zombai harangnál érte ég az emlékezés mécsese. Most pedig kezdjük el az istentiszteletünket a 280-as számú énekkel, a liturgia alatt pedig az 5-ös számú énekrend szerint énekeljük az énekeket. Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Krisztus Jézus meghalt és feltámadt, az Atya jobbján van, és esedezik értünk. Énekeljetek az Úrnak öröm újjongással, énekeljetek áhítatos, szép éneket, mert Isten uralkodik a népeken, Isten az ő szentségének székében ül. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és teljesítőjére, aki a reálváró öröm helyett keresztet szenvedett és Isten jobbjára ült. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztus legyen mindnyájatokkal. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Magamtól nem mernék megszólalni előtted, Istenem, mert megszámlálhatatlan az én vétkem. De tekints egyszülött fiadra, aki színed előtt közben jár értünk. Légy hozzám irgalmas, és hallgass meg az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Mindenható Isten, aki egyszülött fiadat megdicsőítetted, és jobbodra ültetted, ne hagyj minket vigasztalás nélkül, hanem küld el szent lelkedet, hogy kísértéseinkben mellénk álljon. Az Úr Jézus Krisztus által,
aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg azt az igeszakaszt, melyet egyházunk a mai napra, mennybe menetel ünnepére, oltár előtti felolvasású rendelt, úgy, amint ezt megírva találjuk Márk evangéliumának 16. fejezetében, a 14-től a 20. terjedő versekig a következőképpen. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Testvéreim, boldogok, akik nem csak hallgatják, de meg is tartják Isten igéjét. A most hallott igére válaszul magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket az egész kereszténység hitvallásával, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az igehirdetésre készülve evangélikus énekeskönyvünk 226-os számú énekét énekeljük. Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az ige szakaszt, melyet egyházunk mennybe menetel ünnepére, az ige hirdetés alapjául elrendelt, ugye, mint azt megírva találjuk a Jelenések könyvében, az első fejezet 7. és 8. versét a következőképpen. Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Én vagyok az alfa és az omega, így szól az Úristen, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az eredetileg csütörtökre eső mennybe menetel ünnep után, igaz néhány nappal, de Jézus mennybe menetelét ünnepeljük most. Az oltár előtt felolvasott evangéliumi igéből hallott esemény 40 nappal Jézus feltámadása után történt. Olyan sokat mondó az, hogy az Úr Jézus miután elvégezte küldetését, a világért vállalt szenvedését követő halálból való feltámadásával megszerezte számunkra az üdvösséget, ő nem hagyja el a földet. Megtehetné, hogy egyből a mennyei dicsőségbe távozik, hogy nem törődik az itt maradottakkal, hiszen már minden képzeletet meghaladó módon kifejezte az emberek iránti szeretetét, és megtette még az el nem várhatót is. De mégsem ezt teszi. Hogy miért? Úgy gondolom, ebben is megmutatkozik az ő törődése, odaadása. Nem magáért tette, amit tett, és végképp nem akarta olyan gyorsan letudni a földi működését. Számára fontos volt, hogy a követői megérthessék mindazt, ami történt. Az elkeseredett, reményt vesztett tanítványok visszakapják hitüket, reménységüket Jézustól. Hiszen a kereszthalál Jézus és követői számára nem a vereséget jelentette, hanem az élet halál feletti győzelmét. Jézus ez idő alatt emlékeztette a tanítványokat arra, hogy amit még korábban elmondott nekik, bár akkor még nem érthették, mindaz igaz, beteljesedett. És feladatot is adott nekik. Megbízta őket az evangélium, az örömhír terjesztésével, ami által az emberek hitre juthatnak. 40 nap múlva azonban elérkezett az idő, hogy felemeltessen a mennybe. Oda ment, ahol minden térbeli és időbeli korlát érvényét veszti. Az Atya közvetlen közelébe. A Biblia úgy ír erről, hogy felhőt akarta el a tanítványok szeméről Jézust a mennybe menetelekkor. Azonban nem érdemes térbeli helyként kutatni utána, az égbolton, vagy akár az űrben keresni a mennyhelyét. Nem kell elhagyni a földet ahhoz, hogy megtalálhassuk az Istent, hogy Jézus továbbra is elérhető legyen számunkra. Hiszen ő azt ígérte, velünk marad a világ végezetéig. Emellett azonban Jézus mennybe menetele várakozásra indítja a benne hívőket. Kétféle várakozásra. Először is a szemtanúk amellett, hogy Jézus szavára elkezdték hirdetni az igét, várakoztak a megígért Szentlélekre, aki 10 nappal később azon a bizonyos első pünkösdön meg is érkezett a világba, és a hit tüzét gyújtotta az apostolok szívében, és még rengeteg embert ösztönzött a hitben járásra. És a Szentlélek azóta is itt van közöttünk, átjárja a világot, a hívők szívét. De az apostolok is, és mi magunk is várakozunk továbbra is. Mégpedig Jézus második eljövetelére, az ő visszajövetelére. Mely azon a bizonyos napon az utolsó ítélet alkalmával fog elérkezni. A mai igehirdetési alapigénk a Jelenések könyvéből származik. Különleges könyv ez János látomásairól, akinek ebben a formában engedett betekintést Isten a mennyei világba. Tele van ez a könyv kódolt szövegekkel és jelképek sokaságával. A felhőkön
dicsőségesen érkező Jézus az utolsó ítéletre tér vissza a földre. Mindenki meglátja és észreveszi őt. Ez esetben a mindenki valóban mindenkit jelent, tehát a földön élő összes emberre vonatkozik. Hiszen az utolsó ítéleten mindenkinek meg kell jelennie. Ez már nem egy választható dolog, mint a hitbeli elköteleződés. Ma Jézus keresztjére az néz fel, és az fogadja el az általa kínált bűnbocsánat és üdvösség ajándékát, aki ezt önszántából szeretné. De az ítélet elérkezésekor ez nem így lesz. Azonban tudjuk, hogy az utolsó ítélet nem egy teljesen kiszámíthatatlan dolog, mert nem egy ismeretlen és kegyetlen valaki előtt kell majd megállnunk, hanem Jézus Krisztus előtt, akit a benne hívők jól ismernek. Jézus előtt, aki szeret, még saját életénél is jobban. Annyira, hogy vállalta értünk és helyettünk a szenvedést, a kiszolgáltatottságot, a megaláztatást. Ő megismerhető számunkra, megismerhető minden ember számára. Az utolsó ítéletről keveset tudunk, azonban mégsem kell teljes bizonytalanságban és rettegésben várnunk rá, éppen emiatt. Az ige azokat is megemlíti, akik átszögezték Jézus kezét. Gondolhatunk itt azokra, akik Jézus kortársai voltak, és halálra ítélték őt. Vagy éppen azokra, akik a tömegben egyetértésben követelték a halálos ítéletet, és teritorokból kiáltották, hogy feszíts meg. Vagy a katonákra, akik az ítélet végrehajtói voltak. De itt nem csupán róluk van szó. Mindenkire vonatkozik ez, aki bármelyik korban élőként utasítja el Jézust, és vele együtt az Atya Istent, aki őt elküldte a világba. De még ennél is tovább kell mennünk, hiszen Jézus minden ember közös bűne miatt vállalta a halált. Szépen utal erre az egyik ifjúsági énekünk szerzője. Bűneink miatt kapott sebeket, vétkeink miatt törték össze őt. Ő bűnhődött, hogy békességünk lehessen, sebei árán gyógyultunk mi meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a magunk útját jártuk. De az Úr őt sújtotta bűneinkért, halálával életet adott. Azon a bizonyos napon az ige szerint a föld siratja őt. Ez a sírás pedig nem más, mint a bűnbánat könnye, amiért Jézus kezei átlettek szegezve a mi bűneink miatt. Jó lenne ezeket a könnyeket időben hullatni. Időben megbánni a bűneinket, és elfogadni Jézus átszögezett kezéből a megbocsátást, a bűneinkből való szabadulás útját. Most még lehetőségünk van rá, hogy megtegyük. Ma még tart a kegyelem ideje, de nem tudhatjuk, hogy holnap, egy év múlva, 10 év múlva, vagy bármikor a jövőben tart-e még ez a kegyelem. De ma még másképp is dönthet az ember akár. Megtehetjük, hogy semmibe vesszük az ő szavát, hívását. De akárhogy is döntünk, mindenképpen azzal a tudattal hozzuk meg a döntésünket, hogy akkor majd minden embernek, hívőnek és hitetlennek egyaránt meg kell állni a Jézus Krisztus előtt az ítéletre. Mert íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. A mi világunkban minden a mulandóságot és változást hirdeti. Ezt az elmúlt hetekben különösen is meg kellett tapasztalnunk, amikor fenekestől fordult fel az életünk. A biztonságot sejtető napi rutin is teljesen felborult. Iskolák, templomok, szórakozóhelyek, közösségi terek, üzletek zártak be. És mindent újra kellett gondolni, alternatív megoldásokat kellett keresni. De mégis azt mondom, hogy az életünkben, az életben van állandóság.
Az állandóságot és a biztos pontot pedig nem más jelenti, mint maga az Úristen, aki az alfa és az omega. A görög ABC első és utolsó betűje arra utal, hogy Isten a kezdetet is vége, és a véget is uralja, a kezében tartja azt. És mindent, ami a kettő között van, vagyis az egész életet átjárja. Az Úr teremtette a földet, és ezzel együtt az embert, az ő szeretetéből. Ő jelen volt a teremtéskor, vele együtt Jézus is, de mi magunk életének kezdetekor is ott volt. És velünk lesz egészen életünk utolsó napjáig, és még azon is túl. A világ sem érhet véget az ő akaratán kívül. Ő az, aki van, aki volt, és aki mindig is lesz, örökké létezni fog a jövőben is. A mulandóságon tájékozódó emberi gondolkodásunk ezt alighag lenne képes teljességében megérteni. És az Úristen a nem csak mindig, de mindenhol jelen van. Meghatározó élményeim fűződnek az Isten egész világot átölelő cselekvéséhez és ennek megtapasztalásához. Isten kegyelméből volt már alkalmam találkozni norvég, amerikai, angol, skót, szlovák, de még német keresztény fiatalokkal is, akikkel közösen dicsérhettük az Úristent. Együtt imádkozhatunk és oszthattuk meg egymással hitbeli tapasztalatainkat. Ilyenkor még inkább láthatóvá válik az Isten nagysága és mindenhatósága, és az, hogy ő mindenhol ott van a földön. Erre rá lehet csodálkozni, ezt meg lehet tapasztalni. Az Úr ezt mondja magáról. Én vagyok az alfa és az omega, így szól az Úristen, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Kedves testvérem, zárásképpen egy két szavas üzenetet szeretnék ma a szívedre helyezni. Jézusra néz. Jézusra néz, és ne arra, ami őt eltakarja előled. Ne az üres eget, ne a felhőket kémleld, hanem a te uradat keresd az életedben. Tekints az igéjére, a Szentírás szavára. Figyeld az életedet, és keresd, hogyan munkálkodik benne Jézus. Nézz jól körül a világban, és vedd észre, hogy ő jelen van az emberek döntéseiben, hogy ő megtalálható egy-egy beszélgetésben, vagy épp abban, ahogy egyik ember a másik felé fordul. Megmagyarázhatatlan módon éppen jókor, jó helyen van, és rajta keresztül az Úr megadja, amire a másiknak szüksége van. Ne zavarjon, hogy nem nézhetsz a szemébe, hogy a testét talán felhők takarják el előled. Mert személyét nem a fizikai vonásaiban kell keresned, hanem a szavaiban, tetteiben, és mindabban, amit azok eredményeznek a világban. Nézz hát Jézusra. Most pedig imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te Úr vagy idő és tér felett, és hogy a te mennybe meneteled nem azt jelenti, hogy már nem vagy elérhető számunkra, hanem talán minden eddiginél sokkal közelebb kerülsz hozzánk a te szent lelked által, aki hisszük és tudjuk, hogy ma is itt van velünk. Tapasztaljuk a te jelenlétedet a világban. Ezért adunk most neked hálát. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk,
Mindenek előtt hálánkat szeretnénk eléd vinni, azért, hogy a járvány nem hatalmasodott el teljesen országunkon és megyénken. Urunk, megköszönjük neked, hogy újra kinyithatjuk a templomaink ajtaját. Kérünk, adj bölcsességet az országunk vezetőinek szívébe, add, hogy jó döntéseket tudjanak továbbra is hozni, és kérünk, add, hogy a benned hívők és az egész emberiség is bölcsen tudjon viselkedni, hogy az enyhítő rendelkezések miatt ne vegyék félvárról ezeket. Urunk, könyörülj azokon, akik betegséggel küzdenek. Kérünk, te adj nekik gyógyulást, te vigyázz rájuk. Te vigyázz minden gyülekezeti tagunkra is. Istenünk, most pedig meghajlunk szent és mindenkor jó akaratod előtt. Amikor elhunyt testvérünkről, Szepesi Dezsőné, Szabó Eszter Gyöngyiről emlékezünk imádságunkban. Áldunk mindazért a jóért, amit rajta keresztül adtál. Bűnbocsátó irgalmaddal fedezd el mindazt, ami emberi gyarlóság volt benne. Cselekedjél vele kegyelmed szerint, és végső napodon támaszd fel őt üdvösséged örömére. A gyászolókkal éreztest atyai szeretetedet. Vigasztald meg őket jóságoddal. Mindnyájunkat úgy vezess szent lelkeddel, hogy bölcs szívhez jussunk, akaratod szerint éljünk. Egykor pedig együtt örvendezzünk színed előtt el nem múló örömmel. Most pedig hallgass meg minket, amikor együtt a te fiad tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőkért. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az Úr az ő arcát, és adjon te néked békességet. Isten tiszteletünk zárásaként evangélikus énekeskönyvünk 228-as számú énekét énekeljük.